Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Szerbusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát az az igazság, hogy a tervem az volt, hogy majd itt a stabilizátorral ügyeskedek meg a telefonommal, de hát muszáj külön vegyem a hangot, és valószínűleg még így is szélzajos lesz, hihetetlen erős a szél. És itt vagyunk Csákverényben, és mögöttem láthatjátok a földből kitörő metrót, ugye ezt már láthattátok 2017-ben, akkor a Ricsékkel, alias Rikárival voltunk itt, meg ugye Bimbivel, és csináltunk már erről videót. Azóta egyébként annyi változott, hogy az oldalát magyar zászló mintára lefestették, ezt még nem láthatjátok, mert hogy nem ezt az oldalát. Sajnos egyébként össze van graffitizve, mint láthatjátok, ez annyira nem pozitív dolog, de akkor gyertek és nézzük meg a földből kitörő metrószerelvényt, mert ugye ez úgymond a látványosság, az egyik látványossága Csákberénynek, illetve ennek a tájegységnek. Na innen láthatjátok, egyébként érdekes az, hogy talán Adaninál láttam róla képet, mert videót szerintem nem csinált, de lehet, hogy igen. Mostanában járt erre, és mintha akkor ezek a feliratok nem lettek volna rajta, egyébként nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát innen viszont tényleg nagyon látványos, és öröm, hogy legalább ezt a részét nem graffitizték le azóta a szerelvénynek, mert hát jó lett volna, hogyha ez tényleg ott eredeti színezetben megmarad. Sajnos azonban ezt elég jól tönkre vágták, és láthatjátok azt is, hogy közelebb megyünk itt, mindent megmutatok természetesen, hogy sajnos a lámpabúrákat is kitörték. Hát ezek nem pozitív dolgok. Ugye ez a probléma igazából, hogy látjátok, Magyarországon közé van téve egy ilyen látványosság, és ugye tényleg azt lehet mondani, hogy közkincs, hiszen bárki ide férhet, nem kell belógni sehova, tehát nincs elkerítve, és hát ha nincs elkerítve valami, akkor sajnos ez történik. Még itt vidéken is. Láthatjátok, hogy vágányon áll, és hát úgy van megcsinálva, mintha ugye a föld alól kitörne a szerelvény. És így egyébként itt be fogunk tudni nézni. Bent is viszonylag jól megvan minden. Láthatjátok a ülések. De hát azt is láthatjátok, hogy ilyen boros üvegek, sörös dobozok, cigicsikkek, szóval, hogy belül se nagyon vigyáztak a dologra. És akkor be is jöttünk, mivel az ablakok ki vannak törve itt az ajtón, ezért nagyon egyszerűen át tudtam lépni. Normál esetben nyilván, hogyha nem lehetne ilyen simán bejutni, akkor nem jöttem volna, tehát rongálni ezért semmiképpen sem lett volna érdemes, de sajnos ezt már megtették előttem. És hát már itt sem sok minden látszódik. Ide nem megyek be, mert nincs is nyitva az ajtó. Most feleslegesnek érzem, hogy átmásszunk. Hát, jó régen voltam. Kis fókuszt elvesztettük. Jó, visszajött. Jó régen voltam már ilyen szerelvénybe. Előjön bennem a nosztalgia. Egyébként ez a szerelvény konkrétan a kettes vonalán futott, ha jól tudom. De hát most már elég régóta, szerintem most már egy olyan jó 6-7 éve biztos, hogy itt van, ha nem több. Sőt, pontosan nem tudom, hogy mikor került ez ide. Ugye ez tulajdonképpen csak tényleg egy látványosságként, aféle szimbolizációként jött ide létre. Hát sajnos elég rosszak az állapotok. És akkor azért viszonylag kevesen
élhetik meg azt a pillanatot, amikor egy metró szerelvénynek a tetején sétálgathatnak. Sajnos a szélzaj azért itt még erősebb, ugye? De hát akkor felsétálunk ide. És ugye itt rögtön a 81-estől, ahogy leágasztok erre az útra, amit itt láthattok, ahogy jöttök befele Csákberény fele, rögtön a falu elején. Hát most lehet, hogy megsértettem a csákberényieket, mert valószínűleg ez nagyobb település, szóval nem falu, de itt rögtön az elején láthatjátok ezt a szerelvényt. Természetesen elhoztam a kis plüss metrószerelvényemet is, hogy egy jó képet tudjak vele lőni. Egyébként, hogyha ilyen plüss metrót szeretnétek, akkor a leírásban található boltban tudtok ilyet vásárolni. Poénból elhoztam én is. Fehérvár Csurgó vasúti megállóhelynél vagyunk. Ez jelen helyzetben maga a vasútvonal, ugye az 5-ös számú vasútvonal, ez a Székesfehérvár-Komárom vasútvonal. Ugye ezen már utaztunk, jelenleg napi két páros bézés közlekedés van rajta, és hogy minél gazdaságosabb legyen egyébként itt a közlekedés, ezt úgy oldották meg, hogy Székesfehérvárról itt szépen elmegy Komáromba a vonat, majd utána Komáromból Esztergomba tart tovább, ugye. Ezt azért csinálták így, hogy a két napi kétpáros bézés közlekedtetési vasútvonalon tulajdonképpen elég legyen egy darab bézét használni, és hát ilyen formában oldották ezt meg. Ugye hétköznap és hétvégén is azt hiszem, hogy ugyanakkor indul Székesfehérvárról, azaz 10 óra 35 perckor indul a vonat. Arról fog majd érkezni a vonat Székesfehérvár felől, azért állok egyébként így, és majd mindjárt szépen átmegyünk, itt van egy utavaló kereszteződés, még a sorompot le se engedték, úgyhogy valószínűleg azért még távolabb van a vonat, mert a szél az mögülem jön, és azért próbálom itt különbenni nektek a hangot, hogy élvezhető is legyen. Itt van maga a megállóhelynek az épülete. Nagyon-nagyon szép épület volt ez valamikor, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy például a Fehérvár Csurgó felirat, ami egyébként konkrétan itt lett volna, az már le lett szedve, a helyét azért itt fel lehet fedezni. De sajnos ez az épület azért már, hát eljárt felett az idő, pláne így, hogy ugye nem tartják karban, illetve szükség sincsen rá. Láthatjátok, hogy hát konkrétan semmi nincsen már bent, ki van csontozva, csak a falak maradtak meg. Ugye Fehérvár Csurgó valószínűleg azért sem létező megállóhely, mert hogy itt van a puszta közepén, tehát innen Fehérvár Csurgó még azért egy jó másfél kilométer így nagyjából, de legalábbis egy biztosan, és közben várjuk a bézét, de amíg várjuk, addig átmegyünk, mert hogy ugyan úgy tűnik, mintha a peron itt kezdődne, de ez nem így van, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy a vonat régen ott állt meg. Küzdök itt az elemekkel, gyerekek, ezt konkrétan tényleg úgy értsétek, tehát ugye itt vagyunk a pusztába, és sajnos hihetetlenül nagy a szél. Úgyhogy azért is megyek így hátrálva, és közben így fogom nektek mutatni a dolgokat, amíg nem érkezik ide meg a bézé, de hát láthatjátok, hogy a sorompót még nem eresztették le, szóval igazából ez nekünk egy tökéletes táppont lesz. Hát maga a peróról mit lehet elmondani? Igazából konkrétan nem sokat, mert hogy láthatjátok, hogy tényleg csak ez a egy peron a puszta közepén, itt volt egy pad, illetve hát a részeiben még meg is van a mai napig. Ugye ott láthatjátok a megállóhely épületét, ahol voltunk az előbb, és ahogy látom, ott az ajtó az nyitva van, lehet, hogy megpróbálunk majd bekukucskálni, de valószínűleg semmi érdekeset nem fogunk találni.
Ugye, mint mondtam, Bodajka a következő, és utána, fú, nem is tudom pontosan, mert ugye van Csókakő, Mór, ezeken a helyeken, ha jól emlékszem, megáll. Ugye, ha, egyébként, ha valakit érdekel mélyebben a vasútvonal, akkor meg tudja nézni a régebbi videómban, ugyanis jártam már itt természetesen, olyan formában, hogy vonattal, azaz Bézével, elhaladtunk itt, ugye, lejártuk az egész vasútvonalat Székesfehérvártól Komáromig. For somebody like me, I've been looking for somebody like you.